köszöntöm a vonal túlsó végén Lukosi Danit. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szép reggelt kívánok, sziasztok! No, hát Dani, téged, ha valaki egy kicsit is jártas a magyar zenei életben, akkor gyakorlatilag úgy ismerhet, mint aki borzasztó és féktelen és teljes odaadó Nirvana rajongó. Javíts ki, hogyha tévedek! Ne, ez igaz. Talán beszéljünk egyébként, vagy kezdjük akkor innen a beszélgetést, inkább én így fogalmazok, mert hogy mi még nem tudtunk így beszélgetni, és kíváncsi vagyok arra, hogy hát a korod miatt, vagy tehát mi az, ami elvarázsolt, mitől lettél nirvánás, és miért gondoltad úgy, hogy neked mindenféleképpen interpretálnod kell ezeket a szerzeményeket és ezeket a dalokat? Hát igazából a gyerekkori első ilyen pozitív sokk, ami zeneileg értett, ugye Nirvana volt, előtte Gary Moore, Queen, meg hasonló ilyen más kultúrával származó zenéket hallgattam, ami tök jó volt, és egy véletlen szerencsének köszönhető, hogy ráléptem erre a kazettára, amire nem volt írva kb. Semmi, hogyha rá volt írva Nirvana, de ez egy gyári átlátszó kazetta volt, én gyerekkoromban nem találkoztam ilyennel, csak ilyen szabad Európáról felvettő nem gyári műsoros kazettákkal, és beraktam, hogy ez micsoda, és amikor meghallottam ezt az iszonyatos üvöltözést, meg energiát, meg ilyen barbár zenének tekintető dolgot, akkor maga az energia az így elvitte az eszemet, és akkor én úgy döntöttem, hogy én ilyet szeretnék csinálni, meg ez vont nagyon. Aztán később ebből a szerelemből az volt, hogy nyilván a saját zeneimmel elkezdtem foglalkozni, meg írtam én is hasonló dalokat, dolgokat, aztán elvitt engem teljesen más milyen zene irányba az élet, de ez az első szerelem az így nagyon megmaradt, és kedves Takács Vilkó barátommal találkoztunk egy este, amikor megkérdezte, hogy nem csináljuk meg a híres New York-i Unplugged koncertet így ketten így a nagy közönség számára, valamikor két akusztikus gitárral, és akkor így rájöttem igazából, hogy ez egy tök jó dolog, meg hogy szerelemből csinál az ember, akkor igen, akkor ez itt teljesen működhet, és akkor ezen nincs nekünk semmilyen izzadás, meg nincsen semmilyen ilyen kényszer, vagy bármi olyan, ami ezt ilyen erőszakossá tenni, úgyhogy így ilyen szerelem projekt maradt ez, úgyhogy így évente párszor fellépünk vele, amikor adódik erre lehetőség, vagy esemény, és akkor így megmaradt nekem ez egy ilyen hobbi szerelemnek, meg volt visszaidézésnek. Csak jó, hogy ezt elmondtad, mert nagyon sok olyan zenészt, zenekart, akik úgymond tribűt zenét produkálnak, hát vád szokott érni, hogy hát persze azért, mert egyébként meg amúgy meg semmit sem, meg azért, meg mi azt akkor így próbálják magukat eladni meg. Tehát szóval lehet hallani ilyen hangokat is ezzel kapcsolatban, de jó rávilágítani a háttérre, hogy ez nem feltétlenül erről szól, sőt, sok esetben. Sőt, tulajdonképpen én jó néhány tribűt zenekart ismerek, és jó néhány zenész közülük, és egyáltalán nem erről van szó. Tehát pontosan annak a zenekarnak a szeretetéről és annak a zenének a szeretetéről, ami nekik is örömet okoz, azt, hogy ők játszhatják ezt, mint hogy bármi másról lenne szó. Így van, igen. Említetted Vilkót, kérem szépen, és vele hogy keveredtetek össze? Mikor nyúl vissza az ismeretség? Hú, ez is már ettől is öregem meg fogom érezni magam. Szerintem egy lassan 10 évvel ezelőtt történt ez a dolog. A Vilkónak volt akkor egy Alice in Chains, tehát van is egy Alice in Chains tributje, a Man in the Bus, és egy este játszottunk, ilyen grunge este volt ez, és akkor ilyen 20 pár évesen mi pont előttük játszottunk a Nirvanával, és ott talált engem meg igazából, hogy nem csinálnánk-e meg ezt az akusztik dolgot, mert hogy tetszett az energiám, meg nekem is az övé, és akkor igazából nekünk ebből a munkakapcsolatból lett ilyen hatalmas legjobb barátság, ahogy ezt meg szokták írni a nagykönyvbe, ez teljesen úgy történt, hogy teljesen egymásra hangolódtunk, úgyhogy hogy minket igazából ez a bránc meg ez a széna hozott így össze, benneileg, és aztán meg egy teljesen tökéletes barátsága fonódott. Az a dal, amit majd most készülünk bemutatni, amelynek egyébként Szitakötő a címe, az az első közös olyan projektetek, ami nem Nirvana például, hanem bármi más, vagy volt már több is, csak mondjuk ez jutott el hozzánk, ez forrott ki annyira, hogy esetlegesen ezt már azért a nagyobb nyilvánosság számára is elővezetitek. Volt egy előfutára egyébként, aminek az volt a címe, hogy Szívballada, ez egy félig meddig kérésre készült dal volt. Meg kellett zenésíteni az egyik versemet, ami egy 3 oldalas vers volt, és ezt bele kellett sűríteni 3,5 percbe, de már maga a kiírás elég jól hangzott, de a Vilkóval ez volt az első ilyen, mondjuk úgy, adaptációnk, amit csináltunk. Ez teljesen más műfaj, meg ez egy nagyon ilyen progresszív, ilyen 70-es évekbeli, sokfele
széthúzó szám volt, de az első ilyen komolyabb közös összeülésünk, amikor na, akkor most írjunk számokat, vagy számot, abban az első ilyen részlet, vagy ilyen kis darabocska a kötő, úgyhogy volt egy előzménye, ami mondjuk egy 0,5. szám, de hivatalosan ez az első szám, amit itt csináltunk. Értem. Egyébként jó is, hogy szóba hoztad a verseket, mert azért beszéljünk arról is, hogy amellett, hogy imádod a zenét, hát azért a más vonalon is tevékenykedsz, úgyhogy ezt is hozzuk szóba mindenképp. Hát ez most egy hosszas felsorolás lehetne, de nagyon szeretem a művészeti ágakat. Én régen táncoltam, voltam gyerekszínész, én voltam az ásféri a Pál utcai filmben a 2002-esben, szerepeltem a Sorstalanságban, a musicalekben táncoltam. Egyébként itthon magamnak ilyen, hogy mondjam, ilyen barkács költészettel, meg novellaírással is foglalkozom. Hangmérnök vagyok egyébként, stúdióban, meg koncerteken is hangosítok, stb. Szóval igen, szeretek mindenféle olyannal foglalkozni, ami nem velem foglalkozik, hanem én foglalkozok velük. Miközben egyébként most pont veled foglalkozunk, hiszen letettek valamit Vilkóval az asztalra, ami azt kell mondjam, hogy figyelemre méltó. Oké, akkor térjünk rá a Szita kötőre. Meghallgattam a dalt, és hát ugye az a baj, hát idézőbe téve, hogy ugye tudom az előéletedet, tudom ezt a nirvánás beütésedet, és hát ez beleillik. Tehát most kövezd meg, ha nem így gondolod, de szerintem simán játszhatta volna ezt a dalt a Nirvana is. Technikailag nem bírták volna játszani, szerintem. Ez most nem az ő hibájuk, vagy beszélésük, félre és senki. Igen, az egész, mi azt mondtuk erre egyébként, hogy ez nem nirvanás, hanem inkább így annak a korszaknak így az összes szellemét összefogó valami. Tehát alapvetően ez egy ilyen 90-es évek szájízű grunge szám magyarul. És amikor elkezdtünk ilyen alkotótáborokat csinálni, akkor ez is volt egyébként a fő szempont, hogy próbáljunk meg csinálni direkt ilyen, nem azt mondom, hogy erőszakosan, de hogy ilyen szívből jövő gráncsos dolgokat csinálni, és a Szita kötő egyébként van az első etap ebben. A többi szám is tök jó lett, meg tök király lett, de hogy ennél éreztük azt, hogy ennek ezt meg kell most mutatni a világnak, hogy egy kicsit így rázódjon mindenki agyba a helyre, hogy volt ilyen is, meg lehet ilyet is csinálni, és igen, a felhangok, meg a felharmonikusok azok egyértelműen ezt a korszakot idézik meg. Nekünk egyébként nem feltétlenül a Nirvana volt, mint így első flash, ami így meg vagy eszünkbe jutott, de igen, tartalmazza abszolút ezt a korszakot. Tehát érzetre inkább akkor így fogalmazhatunk. Igen, érzetre benne van, de szerintem ez nem, tehát hogy nem, én nem érzem például lopásnak, én nem érzem, ja! azt, hogy egy-egyben olyan, hanem azt érzem, hogy ez egy ilyen korszak megidézés jellegű, de mégis 2023-as. A retro szót nem használnám, így a gányzőt, mert az egy kicsit hülyanzana. De hogy igen. Oké, akkor lehet, hogy nem jól fogalmaztam, tehát ez nem, ezt én majd, hogy nem inkább erényként említettem, mint hogy esetleg... Ja, nem negatívként, nem én sem negatívként, meg nem magyarázkodásképpen mondtam, csak hogy mi nekünk az így beijel lett, és úgy is tudtuk egyébként, hogy ez fogja kiváltani az emberekből, de ez egyáltalán nem baj, sőt, mi örülünk neki, hogyha így. Na most kétszer-háromszor meghallgattam a dalt, és hát lehet, hogy én vagyok tökkel ütött, nem tudom. Nagyon jó a szövege. Nem egészen értem, hogy már mit kétlesz, hogy a jó a szövege, vagy hogy én vagyok tökkel ütött. Nem, hogy tökkel ütött vagy, teljes mérdében kizárom és kételkedem benne. Miért pont Szita kötő lett a címe? Tehát ezer más lehetett volna, és nem érzem tehát a cím legalábbis nekem nem feltétlenül árulja el azt, hogy miről szól a dal. Vagy akkor nem érzem egészen a történet lényegét. A Szita kötő cím az úgy jött, és igen, egyébként nem fedi le igazából a számnak a szövegét, talán ez egy kicsi utána magyarázást érdemel, hogy kell, hogy kapjon. A Balatonon írtuk ezeket a számokat a Vilkóéknak a nyaralójában, meg a Vilkó kedvesének a nyaralójában, és volt olyan, hogy az etapok között kimentünk pihenni. És azért ott csörgedezik a Balaton, ami hülyeség, már az egy tó, tehát nem csörgedezik sehova, de hogy kimentünk így a partra nézni a hullámokat, és ott volt rengeteg ilyen élővilágban megtalálható kis lény, mint például a Szitakötő, és akkor egyik este nagyon elfáradva ezeken a kis lényeken, ott így elbóbiskoltuk, meg így elgondolkoztunk, hogy milyen jó nekik, akkor milyen rövid ideig élnek, hát hogy az egész ilyen az élet felfogása, meg az élet köré szőtt ilyen gondolatokat így a Szitakötővel elkezdtük így összekötögetni, aztán megszületett a szám, ugye, és a szöveg az sokkal később íródott, úgyhogy nagyon
rossz időszakomban született, akkor volt Covid, ugye mi zenével, meg amit felsoroltam, az összes művészeti ágat, az eléggé ellehetetlenült, és azért nagyon rám szakadt így az élet. Egy PVC telepen voltam húsvétkor, amikor ilyen kényszermelógó portás voltam, és ott rohadtam egyedül egy ilyen kis kabinban 48 órán keresztül, és akkor így nem nagyon volt kezdem élni, bevallom őszintén, és akkor értem ezt az egész ilyen lemondó, de mégis visszatérő szöveget, és ott eszembe jutott ez a szitakötő motívum, hogy az egész mennyire eldobható, meg könnyen, meg gyorsan lefolyik, meg hogy ezek ilyen egy-két napokat élnek, vagy akár kevesebbeket, és hogy mennyire meg kell fogni a lényegét ennek a kevés időnek, ami mondjuk az ember életében az lehet, hogy 80 év, de hogy ezt nem szabad ilyen nagyon hosszúnak érezni, meg ingyen ki kell használni mindent, meg csinálni kell tovább, akármi is történik, és akkor így lett a szitakötő. Nem nagyon ellenkezett a Vilkó se, meg mi ketten ezt tudtuk, hogy mi miért történt, tehát lehet, hogy ezt így el kell magyarázni valakinek, de hogy így kötendő össze a szám szövegével egyébként ez a kedves kis állat. No, oké, helyeselni tudok, mert bár még nem vagyok 80 esztendős, de sajnos közelebb vagyok hozzá, mint mondjuk úgy nem. Ha visszatekintek, ugye 57 leszek, ez az 57 év, ez ilyen süty. Tehát lehet, hogy úgy telt el, mint mondjuk egy sziklakötő életében ez a 2-3 év, ameddig ő esetleg ott röpköd a vízparton. Ha röpköd addig, nem is tudom, nem vagyok otthon sziklakötőkben, úgyhogy fogalma nincsen. Na mindegy, de a lényeg az, hogy így akkor már azért lehet érteni, és majd, hogyha leforgatjuk végre a felvételt, akkor a hallgatók is megértik, hogy miről van szó. És való igaz, mert ez lett volna a következő, hogy... Miközben van benne egy vágyakozás, legalábbis én ezt érzem a szöveg tekintetében mindenképp, tehát van benne egy vágyakozás, közben az egész egy ilyen lehúzós, egy ilyen nagyon már bocsánat, de ilyen öngyilkosság előtti állapotokat idéző melankolikus szöveg. Legalábbis én így éreztem. Ez teljesen így van. Megmondom az őszintét, hogy a mai világban amúgy is, meg kereskedelmi szinten amúgy is nagyon divatos a szerelemről írni, meg a jókedről, meg a nem tudom én miről. Itt nem az volt a cél nyilván, hogy lehozzuk az embereket, csak hogy én szerintem a szomorú szép az szebb, mint a vidám szép. Én ilyen típusú emberke vagyok, és itt pont az a lényeg ebben a számban, hogy a realitást nem megkerülve, meg a rossz dolgokat nem kerülve kell rájönni, hogy mennyire jó dolgok léteznek. Tehát, hogyha az ember nulláról indul, és elkezd énekelni a pluszról, az nem akkora lépcső, mint hogyha a minuszból megyünk a pluszba, és akkor megismerjük, hogy a nulla az milyen jó állapot, vagy hogy az a plusz az mennyire jó plusz, hogy mennyire fontos az, hogy meglegyenek ezek a párhuzamok. Ugye vannak ezek az ilyen megfogalmazások, hogy nincs olyan, hogy sötétség csak a fénynek a hiánya, nincs olyan szomorúság csak a szeretet hiánya, és hogy ilyenkor ezeket nagyon meg kell fontolni, hogy pontosan miről is beszélünk, és azért vannak ezek a kontrasztok, hogy a mélységét, vagy így a, igen, szóval a mélységét, meg az érzelmi komolyságát az egésznek meg tudja emelni, mert tényleg rágó gumikról, meg őrösszínékboltról, meg arról, hogy elhagyott a csaj, nagyon könnyű írni, nagyon frappáns szövegeket, de én már nagyon tudom. És lehet, hogy ennek is a kicsit a, hogy mondjam, a lázadó verzió ez, hogy meg lehet ezt oldani szépen értelmesen is, úgyhogy legyen mélysége is, szóljon is valamiről, és ne csak egy ilyen rózsaszín léggömb legyen, amit is felengednek az égbolba, aztán eltudjuk, és soha senki nem fog rá emlékezni, úgyhogy valahogy az időtávolságát is szerettem volna ezzel egy kicsit így megtartani a számot. Nézd, én azt gondolom, hogy ez sikerült, és akkor most ezt hamarosan be is mutatjuk a hallgatóinknak mindenféleképpen. Úgyhogy Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, imádtam a beszélgetést, és végre tudtunk veled beszélgetni, vagy tudtam veled beszélgetni. Bízunk benne, hogy ennek majd még lesz folytatása, főleg akkor, hogyha Vilkóval nem álltok meg ennél az egy szerzeménynél, hanem még akár esetlegesen többet is készítettek majd. Van ez terben egyébként? Igen, nem szeretek egyszer támadni, és valószínű, hogy lesz még 2-3 ilyen alkalom Vilmossal, hogy beleszólunk az ételbe. Reméljük, így is lesz. Jó. Hát akkor legyen így, és akkor állunk abban az esetben is majd a rendelkezésetekre. Szóval, Dani, még egyszer nagyon szépen köszönöm, és akkor sok sikert a folytatáshoz.